A művelődési ház udvarán gyűltek össze a született ünneplők a Tolna vármegyei NAK-on. Népviselet, traktor, zenekar, lovasfogat és vidám hangulat jellemezte a születi felvonulás előkészületeit. Pap Urbán Beáta 2012 óta a NAK község önkormányzatánál művelődés szervező, azóta rendszeresen megrendezi a születi felvonulást. 2019-ben a NAK Községért Alapítvány és a NAK-i Faluszépítő Egyesület úgy döntött, hogy egységes ruhát készít a település lakóinak, akik szeretnének felöltözni, és akkor így minden évben ezt húzzuk fel. Ebben az évben 5 megálló lesz, ahol a falusiak vendégül látnak minket mindenféle süteménnyel, szendvicssel, és azokon a megállókon táncolunk többet, és akkor ott lesz a bíróné. Egykoron igencsak sok szőlős gazda élt és dolgozott a Tolnavár megyei NAK-on. A környéken még most is van belőlük jó néhány. A születi felvonulás pedig nekik és a szőlőnek tiszteleg. Jellemző, minden évben megtartjuk, és hát egyre kevesebben vagyunk, de attól függetlenül annál nagyobb elánnal és szeretettel összegyűlünk, végigjárjuk a falut, boldogan integetünk, eszünk, iszunk, mulatunk. A helybeli önkormányzat önerőből valósította meg a születi ünnepséget. Pár százezer forintból összehozták a kellemes hétvégi napot. Munkatársai készítették a finom naki pörköltet.